November 16-án este 7 órától adott koncertet az E-Kamara Terem színpadán a pécsi székhelyű Neofolk zenekar. Az együttest 2005 elején alapította Bonyár Judit és Hűvös Völgyi Péter. A négy főből álló zenekar tagjai sokféle zenét kedvelnek. Közös nevező számukra többek között a magyar népzene, a délszláv és a távol-keleti zenék. A koncerten is változatosságra törekedtek, például Esőtán című dalukkal latin-amerikai hangzást is becsempésztek a repertoárba. A neofolk sajátos zenei stílusáról Bonyár Judit énekesnő beszélt. Mai divatos szóval világzenének hívják az e-fajta zenéket, de én a fúziós zene szót vagy kifejezést jobban szeretem, hiszen mi ezeket a népzenei gyökerekből táplálkozunk, és ezeket fölhasználjuk. Nagyon fontos, hogy nem ki használjuk a népzenét, hanem fölhasználjuk, dalokat írunk, saját szerzeményeket, emellett vers megzenésítéseket, népdalfeldolgozásokat, és ezeket ötvözzük különféle stílusokkal, kicsit jazzből, kicsit rockból, átemelünk stílus elemeket. A zenekarnak alaphangszerei a gitár, a gordonka, a szaxofon és az ütős hangszerek, mint például a darbuka, a zsámolydó vagy a kahon. Bonyár Judit nem csak énekel és csellózik, hanem egy erdélyi fúvós hangszeren, tilinkón is játszik, Hűvös Völgyi Péter gitáron és mandolinon, Gáspár József szaxofonon és furuján. Veszprémi közönség előtt ezen a koncerten debütált Francia Dániel, aki jelenleg a Pannon Egyetem magyar etika szakos hallgatója. A Dani úgy került be, hogy közös ismeretség által, mi egy forrásszínházzal, Győri Székelyű forrásszínházzal is dolgozunk közösen, és ott ő is, mint annak idején, mint színész résztvevő volt, és hát ismerték a társulatból többen, és ajánlották nekünk, hogy hallgassuk meg. Összeismerkedtünk, jó barátság alakult ki, és gyakorlatilag úgy került ő végül is véglegesen a zenekarba, hogy az előző ütőhangszeresünk Balogh Balázs kiment Grazba tanulni, és így a helyét ő tölti be innentől. A koncerten főleg az első lemezükről, a kezdetről játszottak dalokat. Felcsendült az édesanyám rózsafája, a porba húzó és az elrepülnék. Egy örmény dal előtt Bonyár Judit azt mondta. Azt nem tudom, hogy miről énekelek szó szerint, de a dalból meg lehet érezni. Az egész estére igaz volt ez. A zenészek előadásmódjukkal, dalaikkal elvarázsolták a közönséget. A zenekar ráadásszámmal köszönte meg a veszprémiek lelkesedését.